Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Milyen változások várnak rád a közeli jövőben, különösen ami a párkapcsolatot illeti? Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, veled szemben a jobb oldalon az övé. Ami itt középen megjelenik, az utal arra, hogy mi köt össze benneteket, vagy mi a központi téma, amire kellene odafigyelni. Itt látható a kereszt, és ez jelenti a hitet. Higgy magadban, higgy ebben a szerelemben, higgy a jó Istenben. Amit a kereszt még jelenthet, egy karmikus kapcsolat. Hogy ez a találkozás nem volt véletlen, hiszen a sors utatok kereszteződött. Ugyanúgy, ahogy itt ebben a könyvben meg van írva a sorsok könyvében, amit ez a főpapnő őriz. Azon kívül itt látható a sors kereke, tehát itt sorsdöntő eseményekről van szó. Visszatérve a keresztre, ez jelent döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt is látható a döntés, hiszen ez a kart tisztáz valamit, utal kommunikációra, utal fontos döntésekre is. Itt ez a varázsló segít, hogy minden olyan mesebelien alakuljon, hogy egy elképzelés megvalósuljon. Ami a munkát, a hivatást illeti, a varázsló jelentheti a spirituális területet is. Vagy azt, hogy megvan ez a varázslatos kisugárzás a vonzalom kettőtök között. Bízd magad a sors kerekére. Minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében, vagy a csillagképekben ez meg van írva. Ami sikerülni fog, hogy elfoglalod a helyedet az életben. Itt lesz nyeremény, lehet munkahelyi változás, azon kívül kihat a párkapcsolatra is, hiszen itt a föld eleméről, tehát reális dolgokról van szó, ahogy te elképzeled ezt a párkapcsolatot, a jövőt, az itt megvalósítható. És pontosan itt tisztázódik valami, ezeket a döntéseket fogjátok hozni. Ami őt illet, itt megjelenik az ördög a környezetében. Ez lehet egy negatív gondolat, mint például, ó, ebben nem hiszek, ebből úgysem lesz semmi, ő nem akar engem, amit az ördög még jelenthet negatív érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, vagy egy hamis személy a környezetében. Ő hibázik most, hiszen csodálja ezt a bokrot, ami fel van díszítve, mint egy karácsonyfa. Ezek jelentik az értékeket, de ez nem az övé. Ezek mások, az anyagi helyzet, a tudás, a képesség, az értékek, és ő csodálja ezeket az embereket, holott ő sokkal magasabb, mint mások, lehet, hogy magasabb a képzése is, mint másoknak. Amit nem vesz észre, hogy az ő arany érméje itt van előtte. Fel kellene venni, meg kellene néznie. De nem veszi észre, hanem ő dolgozik, és dolgozik, és én úgy gondolom, itt arról van szó, hogy sok a munkája, és mások kihasználják ezt. Lehet, hogy anyagilag használják ki. Oda kellene figyelni arra, amit a főpapnő közöl, hogy legyen meg a magabiztos tartása, a hite, hogy minden jól alakul, és tanuljon a dolgokból, és ne engedje azt meg, hogy ezek a hamis emberek őt kihasználják, vagy anyagilag,
vagy rabolják az idejét, vagy ellopják a tudását, a tehetségét, és ő alul marad. Ami kettőtöket illet, legyen még egy kis türelem, előfordulhat az is, hogy tudsz neki segíteni, hogy erősítsd az önbizalmát. És ez volt a jóslás, hogyan alakulnak a dolgok, különösen ami a párkapcsolatot illeti. Ez egy általános kivetés volt, de kérheted ezt, mint személyes jóslást, a díjam 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!